tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatold az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. A jó film soha nem túl hosszú, a rossz film soha nem túl rövid. Roger Ebert, amerikai filmkritikus, újságíró és forgatókönyvíró. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. A nevem Sam. White Sam. Igazából Áron vagyok, viszont ez itt tényleg az ntv.hu mozis kibeszélő podcastje, a White Sam első adása. A Brad Pitt főszereplésével készült Ad Astra, Út a csillagokba című filmet White Sam-ű kritikusaink Csaba, Magdi és Ádám beszélik ki. Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ez az ntv.hu mozis kibeszélője, a White Sam podcast. Én Csaba vagyok, és a két műsorvezető társam Magdi és Ádám lesz. Szervusztok, adjatok egy hangmintát. Szia! Sziasztok! Ugye White Sam, érdemes lenne ezen a címen már eleve egy kicsit elidőzni. Magdihez hozzád kötődik ez a remek szóvic bűnözés, ha egy kicsit be tudnál avatni minket, hogy milyennek az eredete pontosan, mert évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt már, mintha létezett volna ilyen műsor, ha jól tudom. Igen, ez egy hosszú évekre visszanyúló név, mert hogy jó pár évvel ezelőtt még felsőoktatási intézménybe jártam, amikor csináltunk egy rádiót, ezt Student FM-nek hívták, és a szegedi hallgatóknak szóló rádió volt, és ebben egy filmes rovatot vezettem, aminek ez volt a címe, én találtam ki ezt a White Sam-et. Mert hogy kétféleképpen lehet értelmezni, ugye, mint a white fülű zenéhez értő embereknél ez egy ilyen kifejezés, és most a filmnézőkre vonatkozóan is szintén egy elit, aki a white szeműekhez tartozik, de hát ugye ez angolosan is le lehet írni, mint white szem, mint fehér samu, és ez egy szóvic. Jó, nagyon jó. Én örülök neki, hogy ez lett egyébként a adásunknak a címe, és hát azért felmerülhet a kérdés, hogy mégis miért indítottunk mi egy ilyen filmes podcastet, hiszen ezer és ezer ilyen filmes kibeszélő létezik. Én ezt egy kicsit más megközelítésbe képzelném el, és ehhez tök jó, hogy az történt, hogy a moziban, amikor néztük az aktuális filmünket, ami az Ad Astra, Út a csillagokba, akkor képzeljétek el, hogy az történt, hogy mind a hárman teljesen máshogy reagáltunk a filmre. Az Ádám az megkínozva érezte magát és ideges lett, Magdi nagyon unatkozott, én pedig viszonylag jól éreztem magamat, és boldogan ropogtattam a popcornt ott a mellettem ülőknek a legnagyobb örömére, és igazából szerintem ez tök jó lenne egy bevezető adásnak, hogy vajon miért történt ez így, és ehhez szerintem egy jó út lenne, hogyha mindannyian így elmondanánk, hogy mit jelent számunkra a film, milyen szerepet tölt be a mozgókép a mi életünkbe, hogy akkor egy kicsit jobban megérteni a néző, hogy mondjuk a három szélsőséges vélemény, az miért alakult így, ahogy. Ádám, mi lenne, hogyha te kezdenéd, mert tiéd a legdurvább. Te olyan mérges lettél, hogy mérget volt, le is gurultál a lépcsőn, amikor kifelé menet jöttél. Azt mondtad, hogy ez a világ egyik legborzasztóbb filmje. Mi alapján mondanád ezt a szerencsétlen Brad Pittnek a szerepléséről? Sztori, rendezés, színészi játék szerintem a legalja volt. Tehát minden, ami fontos. Igen, én nagyon pozitívan akartam hozzáállni a filmhez, azt szerintem elárulhatjuk a nézőknek, hallgatóknak, hogy eredetileg két film maradt fönn a mi rostánkon, az egyik a Gemini Man volt, a másik az Ad Astra, és a Gemini Man-t azért nem választottuk, mert nagyon rossz kritikákat olvastunk róla. Én speciál az Ad Astra kritikáiban nem futottam még bele, science fiction gondoltam, hogy jó lesz, meg hát azért most nem azt mondom, hogy a legnagyobb kedvencem Brad Pitt, de jó színésznek tartom, szóval gondoltam, hogy jó lesz. Hát nem volt jó. Jól fogalmaztál, én tényleg megkínozó éreztem magam, nagyon számoltam a perceket, hogy mikor lesz vége. Sem sztori, sem rendezés, sem a forgatókönyv, vagy maga a történet és a történetvezetésben
nem éreztem jól magam, szerintem ezt az alkotók sem gondolhatták igazán komolyan, még csak különösebben látványos sem volt a film, úgyhogy én nagyon rosszul éreztem magam, és kérdezted, vagy felvetetted, hogy mit jelent számunkra a film, a mozgókép. Én, ahogy az előbb így el is szóltam magam, én tévés oldalról jövök, szóval én inkább a tévés produkciókat preferálom. Szeretem a filmeket, de rólam azért az viszonylag köztudott, aki mondjuk a környezetemben van, hogy én nem sűrűn járok moziba. A sorozatokat szeretem, mert az hosszan, egy jó sorozat az hosszan nyújt élvezetet. Még egy film kevésbé, és mivel én egyébként sem vagyok oda az ilyen CGI parádékért, és mostanában nincs nagyon értelmes film a mozikban, ezért így leszoktam szép lassan a moziba járásról és a film nézésről is, úgyhogy még csak azt sem mondhatnám, hogy vegyesek voltak az érzéseim, mert kifejezetten negatív, de szerintem részletében majd ki fogunk térni erre is, hogy kinek mi tetszett, és kinek mi nem jött be ebben a filmben. Magdi, te pedig azt mondtad, hogy ez egy borzasztóan unalmas film. Emlékszel rá, hogy mit néztünk, mert nekem is nehézséget jelent felidézni egy-egy jelenetet a filmből, de meg tudnád-e mondani, hogy az az érzés, ami ott téged hatalmába kerített, az miért? Minek köszönhető? Nekem az volt a legfőbb problémám a filmmel, hogy a főszereplőnek a motivációját azt én nem éreztem át. És elég nehéz úgy egy filmet követni, hogy gyakorlatilag nem drukkolok a főszereplőnek. Nem érdekel, hogy elérje a célját, mert nem vagyok benne motiválva, mint néző, hogy engem ez érdekelté tegyen. Nem, hogy nem vagy motivált, hogy érdekeljen, inkább a halálát kívánod. ez már túllép az én unalmas... azt mondom, mondatom, hogy unalmas a film, tehát te már dühös részben csaptál át, szerintem hihetetlen unalmas volt. Én közben néztem az órámat, hogy mikor, mert úristen, még ennyi van belőle. Ez nálam nagyon ritkán fordul elő, én imádom a filmeket, én nagyon sokszor járok moziba, és hogy visszatérve arra az első kérdésedre, hogy mi a filmhez való viszonyom, nekem az édesapám mozigépész volt, a családom mozis család, még a nagyapám is moziüzemvezető volt, a családom a mozinak a szolgálati lakásában lakott. Ugye én a mozit, azt így, én hazajárok a moziba, nekem gyerekkoromtól fogva én állandóan moziban voltam. Ugye én tényleg rengeteg filmet megnéztem az életemben is, és az, hogy én egy filmre ezt mondjam, hogy ez unalmas, ráadásul egy cifire, amire a kedvenc műfajom, és olyan szereplőkkel, ami nem indokolta, hogy az legyen, mert Brad Pittet imádom, szerintem nagyon jó színész, ott volt Donald Sutherland, ott volt Liv Tyler, Tommy Lee Jones, tehát hogyha csak a szereplő listát nézed meg, akkor azt mondod, hogy úristen, ez valami nagyon jó film lesz. Hát a Liv Tyler azért, az, hogy ott volt, az ilyen erős túlzásnak nevezhető, szerintem néha-néha bevágtak róla, tehát ha azok a képek valami másik filmből származtak volna, én még azt se vettem volna észre. Tehát még a nem is tudom, hogy szerepelte ő a stáblistán, de valami iszonyú keveset. Tehát mintha egy statiszta megszólalt egyáltalán az a nő. Persze, az elején meg a végén ott volt, igen. Akkor én se figyeltem igen. Már annyira, mint ahogy kellett volna. Na, azt nem mondanám, hogy bejött a film, vagy hogy ez egy nagyon erős filmnek nevezném, viszont szerintem az a jó a filmekben, hogy ilyen lineárisan tudjuk befogadni, és ebből következően jó sokáig ülünk a moziba, és jönnek egymás után a jelenetek. Most, hogyha van egy nagyon rossz csapnivaló rendező, egy csapnivaló forgatókönyv, iszonyú színészek, még akkor is benne van a lehetőség, hogy véletlenül egy jó jelenetet fogunk kapni, és ez általában igaz a legrosszabb filmekre is, hogy vannak olyan jelenetek, amik nagyon jól összejönnek. És szerintem ez a filmben egy nagy lehetőség, tehát hogyha te egy nagyon rossz filmet, te koncentrálsz arra, hogy egy minden tekintetében rossz filmet rendez, akkor az ugyanolyan nehéz feladat, mint hogyha minden tekintetben egy tökéletes filmet szeretnél rendezni. Ebből kifolyólag, hogyha mondjuk tényleg nem aljas szándékkal rendez valaki filmet, akkor én szerintem
biztos, hogy átjön egy-két jelenet, és én ebben a filmben is láttam egy-két olyan képkockát, ami rám hatott. Most megint nem belemenve a konkrétumokba, inkább arra a kérdésre válaszolva, amit saját magam tettem föl, hogy mi számomra a mozgókép. Nekem mindig valami megfogalmazhatatlan dolgot jelent, ami olyan helyen szólít meg, ami nem egy racionális dolog. Tehát például engem nem nagyon szokott az érdekelni, hogy van-e értelme a filmnek, hogy én most elmondom elejétől a végéig, akkor az stimmeljen. Például nem tudom, valaki a Twin Peaks-et megpróbálná elmagyarázni, akkor nem sikerülne neki nyilván. És mégis egy páratlan filmsorozatról van szó. Ugyanígy, amik el szoktak hangzani, és amiket ti is most említettetek, hogy motiváció, karakterrel együtt érezni, számomra még ez sem feltétel. Tehát lehet úgy egy filmet csinálni, hogy borzasztó karakterek vannak benne, motiváció, látszólag motiváció nélkül, vagy nagyon rossz motivációkkal, vagy annyira borzasztó embereket látunk, hogy nem tudunk velük azonosulni. Ettől mondjuk még lehet egy jó film, amit kapunk. Számomra inkább valami megfoghatatlan együttállása a beáramló képkockáknak, ami érzelmileg valamilyen hatást vált ki, és az a jó film, ami elgondolkodtat, mondjuk pár nap múlva eszembe jut, hogy hú, de jó volt az a jelenet abban a bizonyos filmben, és mondjuk innen, hogy konkrét példát is mondjak, amikor ott a Holdon száguldoztak, az nekem egy kifejezetten tetszetős jelenet volt, és még a Brad Pittnek a monológia is kivételesen abban úgy összeállt, meg úgy volt benne valami, hogy itt vagyunk kint a világűrben, és mégis ilyen anyagi javak körül bontakozik ki egy ilyen borzasztó harc, tehát egy ilyen Star Trek antitézist láttunk tulajdonképpen, hogy nem oldódik meg attól még, hogy mi ott hemzsegünk a naprendszerbe, vagy akár messzebb is jutunk, nem oldódik meg csettintésre, vagy nem oldódik meg varázsütésre az, ami itt a Földön hatalmas nagy problémát jelent. És itt ugye, ha már a Brad Pitt monológokra rátértem, ezek is olyanok voltak számomra a filmben, hogy így érteni véltem, hogy mit akar mondani a rendező. Ez nem jött össze az eseteknek a többségébe, tehát nem jött át az üzenet, viszont nekem a fejembe így jó indulattal kiegészítődött. Tehát így kipipáltam, hogy jó, oké, értem a gondolatot, és így átbillent egy ilyen jó, mégiscsak értékelem a szándékát a filmkészítőnek, és így egy nagyon erős közepes jött ki belőle. Ezek mellett, a jó jelenetek mellett persze én is észrevettem a kutyaütő megoldásokat, például amikor ott pörög a Brad Pitt a végén azon a forgó valamin, meg amikor ugye elindul hazafelé, és egy ilyen lökés hullámot kapott a seggébe, és azt veszük észre, hogy szakállasan tér magához, nem tudom, több hónap után. Jó, nyilván nem több hónapig aludt, vagy nem volt eszméleténél, csak ugye ez az a fajta időarányosság, ami a nézőnek nagyon feltűnik, és nagyon nagyot üt rajta, hogyha vették a fáradtságot, és egy utazást mutattak be nekünk, aminek megvolt a maga tényleg arányos felépítése, akkor visszafelé, meg ezt 2 másodpercben letudni, az úgy nem lesz jó. Ez ugyanolyan, mint a Trónok harcában az utolsó évadban is történtek ilyen utazások, amiket lerövidítettek, és egyszerűen szétesett tőle a sorozat. Most itt nyilván valamit az írónak írni kellett volna, nem kellett volna visszahozni a Brad Pittet, vagy valahogy máshogy kellett volna szerintem befejezni, hogy ez elkerülhető legyen. De összességében nekem ezért volt egy ilyen közepes film, kiemelkedő momentumokkal, amikre szívesen emlékszem vissza, de egyben én sohasem nézném meg újra ezt az egészet, mert az valóban annak ellenére, hogy a moziban nem volt nekem kínszenvedés, de mondjuk másodszorra ezt megint végignézni már nem lenne jó nekem se. Na, Ádám, említetted, hogy te több dolgot is részletesen el tudnál mondani, hogy mitől mondhatjuk erre a filmre, hogy ezt kerüljék el azok, akik még nem látták. Nagyon zavart a vontatottsága, és úgy volt vontatott, hogy valójában így akár nem is lehetett volna az, de az alaphangulata a filmnek, az a, főleg a Brad Pitt narrációja által,
az kapott egy ilyen mélabús hangulatot, és egy ilyen véget nem érő folytonosan átívelő alapzenét, vagy alapmotívumot, ami ilyen nyújtotta az egészet, mint a rétes tészt. Tehát engem ez zavart, mert nyújtotta az egészet. Tehát, hogy nem volt, ha ez lett volna a legkevesebb hibája, az előbb említetted ezt az utazás dolgot, és habár érdekesnek tartom ezt a nézőpontot, ugye azt mondtad, hogy a vége ott egy kicsit úgy borította a dolgot, hogy a hazaútját ugye tulajdonképpen nem láttuk, igen. Valójában nem láttuk, ha jól emlékszem, a Marsig tartó útjukat sem, tehát hogy az is valami 49 napig, vagy meddig tartott, és nagyon gyorsan átlendültünk rajta. Tehát ott, amikor a legénységgel ment, azt hiszem a Marsod, javítsatok ki. Igen, szóval, igen. Hogy ott sem mutatták be, én nem éreztem annyira, hogy az utazás bemutatása az szándék lett volna. És nem tudom, érthetetlen volt számomra. Tehát gondolkodtam ott, amikor a moziban ültünk, akkor azon gondolkodtam, hogy vajon én vagyok az, aki főleg addigra már borzasztó negatív hozzáállásom miatt gyakorlatilag nem is értem a filmet, és vagy tényleg ennyire érthetetlen, mert én nem értettem, hogy ott a végén a Tommy Lee Jones, ugye az apját miért engedi ott el, semmi értelme nem volt. Oké, rendben, mert ő már ott 40 éve kim van, és amúgy is lesz szarja a gyerekét, meg mit tudom én, tehát hogy ez úgy el is volt mondva, nem is volt elmondva, céloztak is rá, nem is céloztak is rá, a rendező úgy gondolta, hogy egy ilyen pillantásokkal ott elmagyarázza a történetet, és végigvezet minket rajta, szóval én inkább ebbe éreztem ezeket a töréseket, hogy hiába volt egy ilyen szinte véget nem érő ilyen az egész film, ettől függetlenül ilyen tüskék voltak benne, amiket az eredményezett, hogy így pislogtál, hogy így most mi is történik, és egyáltalán miért történik. És most nem a filmes, nem csak arra gondolok, hogy miért így alkotta meg az alkotó, hanem arra is gondolok, hogy egyszerűen a karakter miért cselekszi ezt. Ugye mondtad, hogy vontatott a dolog, és lehet, hogy azért vontatott, mert a Brad Pittnek be vagyunk zárva a fejébe. És egyszerűen nincs egy szereplő, aki mellékszereplő lenne tényleg, mindenki csak statiszta, és ez valóban azt okozza, hogy egy ilyen nagyon magányos utazás lesz ebből az egészből, de maga a koncepció az, ami neked nem tetszik, tehát meg lehetett volna ezt jól csinálni, hogy mutassunk be egy nagyon nagy magányt, vagy azt mondod, hogy ez az egész, ez nem jó irány, hogy így csináljunk filmet, hogy egy nézőpontból. Nem mondom, hogy ne csináljunk így filmet, mert lehet a magányról jó filmeket készíteni. Ezt a filmet nem lett volna szabad elkészíteni, legalábbis nem így. Bár azzal egyetértek, hogy például az a Holdon száguldozás az jól volt megcsinálva. Tehát azt mondjuk én is így gondolom, meg ott egy kicsit jó volt, de hogy így mindenbe belekaptak. Tehát, hogy megismertünk karaktereket, elhúzták előttünk a mézes madzagot, hogy na most, ugye ott rögtön valami öreg barátja jön, és akkor azt sem értjük, hogy pontosan kicsoda, miért van ott, aztán most meghal, vagy nem hal meg, vagy miért nem tud vele tovább menni, ez számomra nem világos. És utána aztán kapunk egy legénységet, meg karaktereket, akiktől remélünk, hogy nagy, akkor most már ők lesznek azok, akiket azért úgy látunk, és nem. És szerintem ez egy nagyon a ló egyik oldala. Nem mondom, hogy ne csináljunk filmet egy szemszögből, de ez baromira unalmas se. Tehát a között, hogy magányról készítünk filmet, meg a között, hogy az unalomról készítünk filmet, szerintem óriási a különbség. Ez az unalomról is készített filmet, vajon Magdi, téged kérdezlek, hogy az az unalom, amit átéltél, az olyan unalom volt, hogy jó unalom volt, vagy rossz unalom volt? Hát őszintén szóval én nagyon vártam a végét, hogy túl legyünk rajta. Nekem tényleg unalmas volt. Én értem, tehát hogyha most kívülről megpróbálom nézni ezt az egész filmet, hogy miről szól, és tényleg a magány, ...nak a kifejezéséről szól, a magányos hősnek az útjáról, aki
valami célt talál abban, hogy az apját megy, az majd valami életcélt is kijelöl számára, és aztán megtalálja, és aztán végül is talál ebben valami feloldódást végül is a végére, de hogy a végkifejlet az teljesen nyilvánvaló, hogy ez lesz a végkifejlet, tehát semmi meglepetés nem okozott számunkra, hogy mi a vége. Másrésztről viszont meg ettől meg kicsit közhelyes szerintem ez a vég. A másik az, hogy valószínűleg azért csinálták így ezt a filmet, ezen gondolkodtam, hogy miért vállaltak be ma egy ilyen filmet, amikor mindenki arra törekszik, hogy minél látványosabb, minél cselekménydúsabb filmeket készítsenek, ráadásul a legtöbb filmgyártó mostanában ilyen biztonságra törekszik, hogy akkor dolgozzuk föl ezt a régi történetet, menjünk inkább a képregények világába, vagy csináljunk egy franchise-nak folytatást, vagy... Szóval ők meg bevállaltak egy ilyet, hogy tulajdonképpen egy olyan művészfilmet csináltak, ami nem feltétlenül kellene az űrben játszódni, ez játszódhatna akár úgy, hogy egy road movie, és mehetne akár, mit tudom én, át az államokon, és akkor a túlsó felén él az apja, igen. Akárhol. Szerintem van ebbe egy fajta ilyen menőség, olyan skifit csinálni, ami nem commerce, tehát szerintem a film is egy kicsit így próbálta magát pozícionálni, hogy ne legyen az a Csimbum cirkuszt hirdető, legyen valami interstellár benyomását keltő produkció, de valahogy nem, azt azért, tehát annyira nem lett jó, mint az Interstellar, tehát szerintem senkinek sem felel meg ez a film, az a probléma. Pont ezt akartam kihozni itt a végére, hogy az a probléma, hogy azzal, hogy ők megpróbálták nagyon elkerülni ezt a nagyon látványos és néha talán gicsbehajló nagyon szuperprodukciókat, ezzel átestek a Lótus oldalára, hogy Ádám mondta, mert hogy igazából semmilyen fontos dolgot és semmi meglepőt nem hoztak ebbe a filmbe, tehát nincsen benne olyan, amitől ilyen hű és hátradőlök, és azt mondom, hogy most még ülök itt egy kicsit a székben, amikor megy a stáblista, mert még annyira meg vagyok rökönyödve rajta, már pedig egy ilyen filmnek ezt kellene hoznia, hiszen nem a látványra megy, hanem arra, hogy lelkiekbe hasson a nézőre. De hát az a probléma, hogy semmilyen szereplő nem szimpatikus ebben a történetben. Nekem Brad Pitt sem szimpatikus benne, amellett, hogy egyébként a színészt imádom. De nem ismerjük meg. Nem. Igen, ez meg a másik, hogy a történetnek semmilyen ilyen mellékszálát igazából nem fejti ki. Tehát még semmit, még a cső mellékszálát, a főszálát sem fejti ki. Tehát tulajdonképpen igazából sokat nem tudunk meg még az apjával való kapcsolatáról sem. Az egy, hogy elhagyta őt, és hogy ő ez azóta izgatja, hogy az apját megtalálja, mert valamiféle érzelmet vár az apjától, amit aztán persze nem kap meg, mint ahogy azért az sejthető, amikor valaki 40 éve egyedül él, akkor majd nem az lesz, hogy a nyakába borul, és azt mondja, hogy hű, téged vártalak. Tehát, szóval, hogy igazából az, amit el akar mondani a film, azt nem sikerül elmondania, és még ezt is unalmasan. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis. Engem nagyon érdekelne az, és ezt szerintem, hogy én szeretném, ha ezt megbeszélnénk, hogy a sztori alapjául szolgáló úgynevezett hullám, az mi a tökön volt, honnan jött pontosan, és ennek mi köze volt a csávóhoz, hogy az küldte a föld fele, de mi a tökönnek? Komolyan kérdezem. Én amennyire össze tudtam rakni, az inkább azoknak az endülő legénységi tagoknak volt a kezdeményezése, akik ellenálltak ennek a fatternek, és szerintem valamilyen, ez egyfajta ilyen segélykérésnek fogható föl, mert ugye megőrült ez az ember, és nem tudtak vele mit kezdeni. De aztán lehet, hogy én tévedek. Még ez a leglogikusabb, de
Igazából nem, tehát nincs benne megmagyarázva. És pontosan ez szerintem az egyik baj a sok-sok közül a filmmel, hogy így nem is értjük. Tehát, hogy, és ha értjük is, akkor az a motiváció, ami a karaktert hajtja, vagy az a cselekmény, ami nagyon-nagyon idézőjelbe fölépítettek nekünk, az gyakorlatilag nem is létezik, csak úgy azt akarja az alkotó, hogy fogadjuk el, hogy itt van valami ott a Neptunusznál, valami régi cucca, és valószínűleg ott van a te apád, menj, és nem tudom, hozd haza, vagy állítsd le, amit csinál. Tehát, hogy gyakorlatilag fogadd el, ez a sztori. De ez lehetne akár egy jó dolog is, mert hogyha belegondolunk, akkor ez elővetíthetne valami izgalmas rejtélyt, tehát, hogy mégiscsak a Brad Pittnek a szemszögéből láttunk valamit, de korlátozott. Tehát az ő szemüvegén keresztül valamire rálátunk, valamire nem látunk rá. Ugyanígy egy be nem váltott ígéret ezek az ilyen hát antiszociális, megszállott emberek. Ugye maga a Brad Pitt is egy olyan figura, aki elzárta magát a családi élettől, tehát azt mondta, hogy az első felesége után ő ezt az egészet hagyta a francba, és akkor ő már csak az űrnek él, meg ő már csak a munkájának él, és neki a faterja az ugyanez csak négyzetre emelve, tehát ő már a végén egyenesen kimondja azt, hogy hát én szarok rá, sose érdekelt a ti édesanyátok, meg ti se nagyon. Ez nekem tetszett igazából ez a mondat, mert a Walter White-nak hát most a Breaking Bad-ből fogok spoilerezni, hogyha esetleg valakit ez érzékenyen érint. Ugye amikor a Walter White beismerte a sorozat végén, hogy igen, én ezt valójában nem a családért csináltam, hanem magam miatt. Közben ugye mindvégig azt mondta, hogy ő ezt a családjáért csinálja ezt az egész bizniszt, amit felépített. De hát ez a karakter ugye fasorban nincs a Walter White-hoz képest, és be nem váltott ígéretek, tehát amiket ti elmondtatok itt hátrányként, az egy tök jó dolog lehetett volna, tehát azok önmagában még nem egy hibaként jelentkeznének egy filmnél, hogy mondjuk egy kicsit közre kell működnie a nézőnek, és saját agyában összeállítania a puzzle darabkákat, de itt láthatóan nem működik, tehát miért esik szét, miért nem egy tök jó rejtély az, hogy nem tudjuk, hogy mi történt ott a naprendszer másik végén. Ezek ilyen valószínűleg nem, nincs meg az a plusz a filmben, ami kell, és nem tudom, hogy ez hol érhető tetten. Tehát, hogy az író nem tette bele azt a munkát, vagy ott a helyszínen nem volt meg a kémia, a színészek között, mondjuk ott nem tudott meglenni, mert magában az alapanyagban sem volt semmilyen emberi interakció. Tehát hol csúszhatott ez el szerintetek? Alapvetően ez már tervező asztalon egy rossz koncepció, mert én úgy látom, hogy ígéretek halmaza van ebben a történetben. Szerintem nekem meggyőződésem, hogy a rendezőnél, James Gray-nél csúszott el ez a dolog, és igen, szerintem az a baj, hogy az alkotók nem tartották be azt a vállalásukat, amit a filmmel kapcsolatban ígértek nekünk, és most nem a PR-ra és a marketingre gondolok, hanem magára a filmre. Az eleje is egyébként jobbnak tűnt, vagy az eleje alapján sokkal jobbnak tűnt a film. Hogy hol csúszott félre? Hát ezt nehéz megmondani, miután félre van csúszva, hogy min múlott az, hogy lehetett volna egy jó film is. A szereplők miatt lehetett volna jó film. Én nekem a látványa sincs annyira különösebben bajom, mert jó, egy-két olyan dologtól eltekintve, amikor így felsziszentem, amikor például az apja elsodródik, és messziről kiállt az űrben. És ezt messziről halljuk. A sisakjában van a mikrofon, tehát ezt nem halljuk messziről, amikor valaki az űrben elsodródik és kiabál. Tehát ez kicsit azért olyan, nekem ezek így kizökkentenek, amikor ilyet nézek, hogyha már valós sci-fi, akkor, tehát hogy most nem, ha valós tudományos alapokon nyugszik, akkor valami, tehát ez ragaszkodjunk már végig. De hát utána van az, még utána van a szörfözés a gyűrűn, ami különösen, tehát az már tényleg ilyen, nem tudom, ott már egy kicsit a fejemet fogtam. Az már inkább ilyen képregényes, tehát amikor ott pajzsot tart maga elé, és ott repül a nem is tudom, a gyűrűben, az már ilyen szuperhíró movie volt számomra.
Valami hosszan elhúzták azt, hogy ami kiszedte azt a lemezt, leszedte a hajóról vagy állomásról a Brad Pitt karaktere. Tehát, hogy azt se tudták így egy... Azt is jól meg kellett mutatni, hosszan ott kiakasztja. Nem is tudtam, hogy mit akar csinálni, tehát, hogy mi a cél. Egy kicsit eltávolodva a konkrét filmünktől, azt hiszem Ádám vagy Magdi mondtátok, hogy hogy nem is volt kérdés, amikor kiválasztottuk ezt a filmet 4-5 film közül, hogy ezt kell megnézni, hát ez az űrhajós film. Szerintem a közönség ki van éhezve a jó űrhajós mozikra és a jó sci-fikre, és én látok egy olyan tendenciát, hogy azért, ha kevés ilyen film is van, de azért egyre több. Ti nem tartotok attól, hogy ez egyfajta ilyen felhigulást is eredményezhet, hogy lehet, hogy jönnek majd tömegével az ilyen közepes, meg csapnivaló filmek ebben a zsánerben. Szerintem ez a műfaj, ez most is zajlik, ahogy a streaming szolgáltatókra költözik. Ami nem feltétlenül baj, még úgy sem, hogy mondjuk IMAX-ben, vagy 4DX-ben, vagy ScreenX-ben azért élvezetes megnézni egy ilyen filmet. De hát a moziban a történet, ami elszenvedi a hátrányt a látvánnyal szemben, ugye hát a Marvel filmek gyakorlatilag erről szólnak. És a mélyebb, jobb történetek, tehát mondjuk ha magányról készítek egy filmet, és mondjuk science fiction-t, akkor az mondjuk szerintem streamingben, nem biztos, hogyha ezt a Netflixen látom, akkor mondjuk ugyanennyire szenvedek, mint bezárva 2 óra 4 percre egy moziterembe. Mellette ráadásul. Igen, és még 10 zavartatok a legkevésbé a többi, velünk együtt filmet nézni. Az az 5 ember, aki még ott volt. Igen, és ez egyébként sokat elmond arról, hogy gyakorlatilag a premier után 2 héttel, vagy 3 héttel egy bevásárlóközpontban, egy moziban, gyakorlatilag a legkisebb teremben vetítik, és még abban is tényleg 8-an vagyunk, tehát, hogy mikor bementünk, mondtam is, hogy hát a gazdagoknak nagyobb mozi termük van a lakásukban vagy a házukban. Szóval, hogy szerintem ez sokat elmond, nem nagy az érdeklődés rá, én azt gondolom. A 16-os karikát, ez például, amikor megnéztem a plakátját, én ezen fölhördültem egy másodpercre, hogy nem tudom, hogy mivel érdemelte ki ezt a 16-os karikát, nincs benne semmi szerintem. 2 székközi esés ez a film, tehát azt hirdette magáról, hogy ez más ez a film, mint a többi film, de amikor beültünk, akkor annyira nem mert más lenni, mint kellett volna, vagy mint amennyit mi vártunk volna. Magdi, itt a sci-fivel kapcsolatban téged is azért kérdeznélek, hogy te hogy értékeled a science fictionnek a mai, kifejezetten a mozis állapotát? Hát, hogy kérdezted, hogy szerinted, hogy hoz-e újabb hasonló filmeket, vagy hogy ez egy hullámnak az egyik pontja. Én azért ezt nem hiszem, mert azért a Hollywood az sosem annyira a művészi dolgokra ment rá, mint inkább arra, hogy azért legyen belőle bevétel is. Tehát ezt tudom, hogy ennek a filmnek egyébként egyik producere volt Brad Pitt, tehát ez egy kicsit ilyen saját film is. Tehát, hogy ezt ő akarta valamiért megcsinálni. Lehet, hogy egy önvallomás, vagy valami ilyesmi is benne van. Nem tudom. De én nem hiszem, hogy ez különösebben ilyen hullámot indítana el. Nem hiszem, hogy nagyon nagy sikere volt kint sem, nem tudom a nézettségi adatokat, de hát ahogy itt nem fogadták be, pedig Európában azért jobban befogadják a művészfilmeket, de hogy itt sem lett sikere. Szerintem ez azért annyira nem indít semmit. Hát és sci-fi is vonatkozásban, hát én ezt elmondtam, hogy ez nem kell, hogy sci-fi legyen ez a film. Ez igazából csak a környezetbe helyezés miatt lett sci-fi. Egyébként meg bárhol játszódhatna. Ami lehetne egyébként jó. Tehát lehetne ez egy pozitívum a filmnek. Nincs jelentősége. Ettől lett drágább a film. És lehet, hogy Ádámnak igaza volt, hogyha ez mondjuk straight to Netflix, tehát streamingre érkezik, akkor lehet, hogy ott teljesen máshogy értékelnénk ezt. Azt mondanánk, hogy ott is az lenne persze a végítélet, hogy oké, nem ez fogja megváltani a világot, de esetleg lehetséges, hogy
nem ennyire szörnyű. Azért a moziba tényleg, ahogy Ádám mondta, ott nincs mese, ott be van szorulva az ember egy székbe, és ott, hogy mi történik a filmben, az hatványozottan ráterhelődik a nézőre. Én azt láttam, Ádám, hogy te már többször segítséget próbáltál hívni, amikor az okostelefonodat nyomogattad, de nyilván ez is egy sovány vigasz az embernek, amikor ott van egy ilyen számára értékelhetetlen produkcióval, és tényleg számolja a perceket, hogy mikor lesz vége. Na, hát az utolsó szó jogán akartok-e még valami végítéletet, vagy éppen mentő körülményt erről a filmről felsorakoztatni? A mi szakmánkban van egy mondat, hogy az a fontos, hogy hatást váltson ki. Nem igazán váltott ki hatást, legalábbis az én olvasatomban nem, mert esetleg nálad valamennyire, Csabi, hármunk közül, de az én, a Magdi és az én hozzáállásom szerintem, vagy a mi érzéseink a filmmel kapcsolatban a film alatt, az szerintem egy nem értékelhető hatás. Ez a film nagyon félrement, sok potenciál volt benne, akár csak onnan kezdve, hogy vajon mi lehet az, mert hogy az elején nem tudtuk, hogy mi ez a hullám, aztán később így lelőtték a poént. Tehát, és egy ilyen én például tök csalódott voltam, hogy nem az derült ki, és ezért mondtam korábban, hogy én nem tudtam, hogy miről szól ez a film. Tehát, hogy én tudtam volna, hogy ilyen apakeresés, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy ne ezt a filmet válasszuk, hanem mondjuk a Jokert. Nem volt értelmem, és ez így érezhető is volt, hogy így letöri, vagy engem letört ez a dolog, hogy nem tudom, ufellárisok éppen ki akarják írtani az emberiséget, most jó, nyilván az már a függetlenség napja és a ló túloldala, de nem tudott, művészfilm, ez, én például nem gondoltam rá eddig a beszélgetésig művészfilmként, most ti mondtátok, azt hiszem Magdi konkrétan, én szerintem ez még művészfilmnek, vagy művészkedésnek is szar, ez egy ilyen jutalomjáték lett volna sok színésznek, meg akár lehetett volna sok színésznek, vagy akár Brad Pittnek, nem sikerült, hogy az legyen, sőt szerintem ez egy ilyen komoly szégyen volt az ő karrierjében, azért ennél jobb színésznek tartjuk szerintem azért mindannyian, lehet őt persze szeretni, nem szeretni, de szerintem azért elismerhetjük, hogy azért nem a rosszabbik színészek közül való. Szóval nem, ez nem hatás volt, ez egy ilyen rossz rémálom, amikor kijössz a moziból, akkor már így az agyad el is kezdi azokat a memória részeket föltölteni újjal, ahol a film élményei találhatók, mert ezt az ember azért szeretném mielőbb elfelejteni. Én, ha nem tudom, a húsvétkor belebukkanok a filmbe a Mozi Pluszon, vagy a Film Pluszon, akkor biztos vagyok benne, hogy egyáltalán nem fogok rá már emlékezni, még arra se, hogy láttam ezt a filmet, esetleg nem látom a címét. Szóval teljesen egy felejthető film, én azt tanácsolom minden kedves hallgatónak, és nem akarok a forgalmazó ellen beszélni, meg a mozik ellen beszélni sem, de aki eddig azt tervezte, hogy így a kifutási időszakban még megnézi ezt a filmet, az szerintem ezt nagyon jól gondolja át, és inkább nézze meg, ha megjelenik DVD-n, vagy mondjuk más módokon, mert nem ér meg 2000 forintot gyakorlatilag tényleg semmilyen úton, módon, és mi 2D-ben láttuk simán a filmet, én nem hiszem, hogy az IMAX és vagy a 4DX, ha volt belőle változat, az bármennyit is javított volna ezen a filmen. Egy dolgot nem említettünk egyébként, a címét a filmnek, hogy az miért ad Astra. Én ennek így utána néztem, hogy van egy ilyen latin mondás, hogy per aspera ad astra, tehát ami azt jelenti, hogy küzdelmes úton a csillagokig, ami ugye egy szólás, aminek a jelentés az, hogy minden emelkedés küzdelemmel jár. De sajnos az a baj, hogy ez nem jött át. A küzdelem az megvolt. Tehát lehet, hogy per aspera-nak kéne a filmet hívni, az ad astráig nem jutottunk el. Bár helyszínül eljutottunk a csillagokig, de nem jutottunk el a felemelkedésig, én úgy érzem. Hiába volt egyébként a
a hősnek egy útja, és hiába van a végén egy fajta lezárása mégis a történetnek, de nincsen bennünk az érzés, ami a főhősbe kellene, ami a főhősbe is kellene, hogy legyen, illetve bennünk is ez hatást kellett volna, hogy kiváltson. Úgyhogy igen, sajnos ez a film nem úgy sikerült, mint ahogy ezt eltervezték. És mielőtt lezárnád a műsort, Csabi, azt azért szerintem jól szemlélteti a helyzetet, illetve ezt a filmet, hogy én annyira menekültem, ahogy a főcím megjelent, vagy a vége főcím megjelent, hogy gyakorlatilag leestem egy lépcsőn, hatalmas a testem, szóval ennyire menekültem ki a filmről, tényleg óvakodjatok tőle. Hát reméljük, hogy egy ilyen induló podcastnek nem hoz bal szerencsét, hogy egy ilyen szörnyű filmmel indítjuk a kibeszélést, úgyhogy legközelebb megpróbálunk majd valami jobb filmet választani. És hát azért reméljük, hogy nektek hallgatóknak nem volt annyira megterhelő a hallgatása, mint Ádámnak a film megtekintése. Legközelebb visszatérünk egy másik filmmel. Azért itt egy kicsit, most már kifejezetten ez a mozizás, ez ilyen réteg műfajnak számít, én egy valamennyire így érzem, mert hogyha az lenne a feladat, hogy jó filmet válasszunk, akkor lehet, hogy nem a moziba mennék be első körben, hanem mondjuk megnézném a Netflixen az El Camino-t, a Breaking Bad movie-t, de szerintem ez most már kifejezetten egy kihívás, hogy a moziban válasszunk jó filmeket, és próbáljuk magunkat jól érezni, és utána próbáljunk értelmes gondolatokat megfogalmazni ezek mentén. Úgyhogy nekünk ez a küldetésünk, mert sorozatokról, meg streames filmekről szerintem viszonylag könnyű beszélni, nagy a választék és jó a választék. Itt a mozinak a jövője évek óta kérdéses, abban a tekintetben, hogy hol van a helye a mozinak az ember életében, és szerintem ahhoz, hogy erre választ kapjunk, moziba kell járni, és figyelni kell folyamatosan, hogy milyen filmek jönnek, és mik a tendenciák mostanában. Na hát én köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb, ami nem tudom, hogy mikor lesz, nem ígérünk rendszerességet, de azért még megpróbálunk majd visszatérni. Szervusztok! Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.